Köszöntöm a közügyek adásának nézőit. Megkezdődött a kampánycsend éjfélkor, ezért témáinkban igyekeztünk ehhez alkalmazkodni. Ma politikától mentes napra számíthatnak itt a közügyekben. Foglalkozunk a múzeumok éjszakájával, valamint azzal, hogy miért jó nagy családban élni, a születéssel, illetve a szüléssel. Tartsanak ma velünk! A Kopó Duo már mindenki számára ismert, a választások idején kisfilmeket készítettek el különböző szavazási buzdítókkal. Láthatunk egy olyan kisfilmet, amit eddig még nem láttunk. Orsoly elkészített nekünk egy olyan összeállítást, amelyben a Kopó Duo kulisszatitkait mutatja be. 8 választásra buzdító kisfilmet forgatott a Pannoner TV-nek a Kopó Duo. Először április 13-án álltak kamera elé, amikor is a Volt egyszer egy vadnyugat című film adott ötletet a kisfilm témájához. Mácsai Endre és Barát Attila arra törekedett, hogy felhívja az emberek figyelmét a választások fontosságára. Komoly téma, a végeredmény pedig tele humorral. A kész filmek nem csak a tévénézőket szórakoztatták, a kulisszák mögött a fiúk is jól érezték magukat, nem volt el egy rész forgatása sem anélkül, hogy a kopók ne ugrassák egymást. Úgyis kopaszott. Kopaszodik. Jó, megvertlek. Az utolsó forgatáson a Keresztapa című gangsterfilmet dolgozták fel a fiúk. Habár sem a helyszín, sem Marlon Brando nem igazi, a hatás nem maradt el. Fiam, ugye tudod, mit kell tenned? Május 20-án. Igen, tudom, Keresztapa. Az én döntésem is számít. Választások 2012. május 20. A 8 választásra buzdító kisfilm elkészítésében a két fiú mellett, Barát Attila, illetve Mácsai Endre mellett részt vett még Szalai Adrián operatőr, illetve Masa Attila vágó is. Új arcokat láthatunk itt a közügyek stúdiójában, ugyanis köszöntöm vágónkat, Masa Attilát, illetve operatőrünket, Szalai Adriánt, valamint Barát Attilát, a Kopó Duós kisfilmek egyik szereplőjét, és azt is el kell ugye mondanunk, hogy Mácsai Endre jelenleg a főtéren van, Szabadka főterén, a Zsárkóz-Renyanin iskola 55. születésnapjának a műsorát vezeti, ezért nem tud most itt lenni velünk. Első kérdésem az új arcokhoz szólna, talán Adriánnal kezdeném, ugyanis ugye ő volt az, aki a kamerák mögött állt. Hogyan értékeled a munkátokat? Hát én elégedett vagyok a munkánkkal, főleg ezzel az utolsó keresztapás videóval vagyok úgymond nagyon elégedett. Itt jól sikerült minden. Igaz, hogy a helyszínünk nem volt tökéletes, de hát megoldottuk. Vágót is kérdezem. Az Attila kreativitásán múlott az egész, illetve az Adriánnak az ügyességét, mert az Ati kitalálta, az Adrián leforgatta. Én kevés dolgot vágtam össze, a legtöbb részét a Roli, az egy másik kollégánk. Ő fényezte ki az egészet, sminkelte ki az egészet, tehát ő volt az, aki a finálist átadta, hogy aztán az mehessen műsorba. El kell ugye azt is mondani, hogy a vágónak mindig a kész, vagy a megkapott anyagból kell valamit csinálni. Hogyan értékeled azt a jellegű munkát, amit így végeredményként letettetek az asztalra? Tehát 8 kisfilm készült el. Van-e esetleg kedvenced, amire azt tudod mondani, mint vágó? Ja, nekem a legjobban tetszett, az szintén az egy kis apróság volt, az amikor Endre pecsételi a falat. Nekem az volt az, ami legegyszerűbb és legérthetőbb számomra, nekem az volt a legjobb. Attila, téged is kérdezlek, melyik a kedvenc kisfilmed a 8 közül? Hát én legjobban
A Minismo Angyel is, azt szeretem, ott kicsit variáltunk ki, ugye a Greenbox-szal, meg úgy, azt érdekes volt elkészíteni. Nem, mintha többit nem lett volna érdekes, de azt úgy különösen szerettem. Van-e valaki, akinek mondjuk esetleg valami nem tetszett, vagy valami kevésbé volt jó forgatás alatt, vagy valamire azt tudnátok mondani, hogy még lehetett volna rajta javítani, vagy több munkát belefektetni esetleg? Hát szerintem mindegyikbe lehetett volna még több munkát belefektetni, mert túlnyomó részt ez úgy zajlott, hogy ja, gyorsan szaladunk próbáról, akkor gyorsan forgatunk, de addig forgatunk még a munkaidő tart, vagy még Adriánnak például nincsen másik dolga, vagy nekünk nem kell menni próbára, úgyhogy ilyen rohanás volt, vagy olyan, hogy konkrétan ez a Keresztapánál, hogy tudtuk, hogy a városi könyvtárra szerettük volna, hogyha a díszterem, akkor kiderült, hogy az nem lehet, akkor hú, hát akkor valami másik helyszín, és úgy akkor szembesültünk a forgatás előtt a helyszínnel, hogy hú, akkor gyorsan ezt átrendezni a szobát, hogy az alkalmas legyen. A humor mellett azért ez komoly téma is volt, tehát amit felvállaltatok. Adrián, téged kérdezlek, hogy kamerák mögül az ilyen témáknak a komolyságát mennyire lehet átadni a tévénézőknek? Az mellett, hogy lejöjjön a humor is, de mégis lejöjjön a súlya is. Hát sokat próbálkozunk, de a forgatókönyv az alapja mindennek, tehát a forgatókönyv kell, hogy olyan legyen, hogy aztán ezt képileg úgy valósítsuk meg, hogy komoly is legyen, vicces is legyen, eljusson a nézőhez, minden korosztályt érintsen. Ez meglepő volt, hogy ezt nem tudtuk, hogy milyen korosztálynak szól. Tehát a fiatalokat próbáltuk megcélozni, majd végül kiderült, hogy szinte mindenki, ez mindegyik filmünk más emberhez szól, és valamelyik a fiataloknak tetszik, valamelyik az idősebbeknek. Szerintem elég jók lettek. Meghallgattak egyébként a fiúk téged is, gondolok Attilára és Andrére, tehát mennyire volt az, hogy te, mint operatőr megmondtad, hogy most szerinted ezt így kellene, vagy ők mindig kész ötlettel jöttek, és neked kellett mindig mindent megvalósítani? Kompromisszumok voltak. Tehát sokat beszélgettünk előtte is róla a forgatókönyveket. Attila jött az ötletével, aztán jöttem én, hogy tudom megvalósítani, majd pedig a vágók. Még hogy a csapatmunka. Igen, téged is akartalak kérdezni, csapat, hogy így a vágóban... Az egész csapatmunka, tehát ez nem egy emberről szól, vagy két emberről, vagy öt, ez egy csapatról szól, aki egy húron, vagy egy hullámoszon kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy bármit tudjon alakítani ki. Ez ugyanúgy, ha rossz napja van az Atinak, vagy az operatőrnek, vagy bármi, már nincs az az eredmény, meg amire szükséges, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletes legyen az a kis videó, vagy kis film, vagy bármi. Tehát mindenkinek toppon kell lenni, és nagyon-nagyon sok idő kell egy ilyen kis film elforgatásához rendes körülmények között. Ki volt az ihlet, illetve az ötlet gazda? Hát igazából... Az élet. Mindenhonnan egy kevés. Így hárman, Adrián, Endre és én így összeültünk. Volt egy ilyen kopódó gyűlésünk a lakásban, amikor már nem tudtunk nagyon mit kezdeni magunkkal, hogy mit is csináljunk, és gyorsan összedobtunk egy rakás ötletet, ami végül jól is sült el, úgyhogy aztán ugye azokat kidolgoztuk, úgyhogy így hármasban. Láthattunk az imént egy kis filmet ugye a kulisszatitkokról. Van-e esetleg valami, ami nem került bele, amit nem kapott el a kamera, de nagyon emlékezetes, nagyon jót nevettetek rajta, vagy bármi, ami ott történt, és eddig nem tudtuk, de most megtudhatjuk? Hát, szerintem rengeteg ilyen dolog volt. Nagyon-nagyon sok dolog nem lett rögzítve. Nagyon sok dolog nem is lett bevágva. Volt anyag. Miért érezted azt, Attila, hogy bevállalod a választások népszerűsítését? Illetve, hogy Andrével bevállaljátok? Azért a nyelv miatt, a mód miatt, ahogy megszólítjuk az embereket, mert ez már a feladatot úgy kaptuk ki, hogy ez ne egy ilyen megszokott módon történjen, és ez a filmes megközelítés, ez nekem tetszett. Úgy egyáltalán, mint feladat arra, hogy buzdítsuk az embereket, másrészt pedig azért, hogy ez egy jó gyakorlat volt, jó iskola. Most mindenkihez szól a kérdésem, mennyire jutott el az emberekhez, milyen visszajelzéseket hallottatok, mert ugye a fiúkat láthattuk a kisfilmben, de ti is találkoztok emberekkel, akik nézték ezeket a filmeket, és lehet, hogy nem tudták, hogy te vagy a vágó, illetve te az operatőr, de mégis valamilyen komment jött-e hozzátok. Én sokat hallottam róla, tehát hallottam jót is, rosszat is, túlnyomó részt jókat hallottam,
volt, aki nem fogott meg, tehát volt, hogy mondta, hogy rendben, ez jó, de nem értem. De kis magyarázat után azért leesett, hogy mi ez. Téged kérdezlek? Én is ugyanezt, tehát javarészt itt jó dolgokat hallottam róla, de viszont megint csak az, hogy egyszerűségében az emberek megértették, tehát aki akarta, az átjött neki a dolog. És neked így a korosztályodból, illetve családodból, környezetedből, mert ugye te azért képernyőn is voltál. Hát a család az elfogult, úgyhogy nekik egyértelműen tetszik. De szerintem az volt így ami jellemző, hogy ha az egyik reklámot nem is értette, akkor esetleg a másik megmagyarázta, hogy miről is van szó, vagy hogy ez miért van. Egyébként a humor valamilyen szinten mindegyik kisfilmetekben megjelenik, és ugye azt is elmondtuk, hogy valahol minden korosztály meg lett szólítva. Ez az, amit mi gondolunk, de valójában szerintetek így visszajelzés alapján minden korosztály megkommentálta, vagy van esetleg valaki, aki úgy vélekedik, hogy ez túl fiataloknak szól, túl sok volt benne a humor ehhez a komoly témához, tehát ilyen jellegű visszajelzést kaptatok-e? Igen, volt. Volt ilyen, igen, hogy túl komolytalan a rekláma témához, de szerintem egy kis humor sose árt. Igen, és nem mindegyikben van például humor. Vannak ilyen egyszerűbbek, amivel... Pecsételősben például nincs. Pecsételősben nincs, vagy a nyelvesben vagy a biciklisben sincs. Biciklisben sincs. Az is egy teljesen. Mindenkitől megkérdezném egyenként, miért tartjátok fontosnak a választásokat, annak népszerűsítését és a közelgő második fordulót, amire vasárnap kerül sor. Én kezdjem? Lehet. Fontos, hogy döntsünk arról, hogy jövőnkről egy kicsikét másképp talán tudunk dönteni. Nem rajtuk múlik. Adrián. Szerintem állampolgári jogunk és kötelességünk, hogy mi döntsünk a saját sorsunkról. Szerintem mindig jobb aktívan tenni valamit az életünkért, mint hogy otthon ülünk passzívan és videójátékozunk, vagy bármi, úgyhogy ezért gondolom, hogy ha már van valamilyen szintű beleszólásunk a történésekben, amik fejünk fölött vannak, akkor szóljunk bele. Ti is elmentek szavazni? Természetesen. Természetesen. Hát ha már megcsináltuk a filmeket, akkor illene. Köszönöm szépen, hogy vendégeim voltatok. A tévénézőknek pedig elmondanám, hogy ne felejtsék el, vasárnap második forduló. A köztársasági elnök mellett tartományi választásokra is sor kerül. Menjenek el önök is szavazni, illetve azt is elmondanám, hogy amennyiben nem kaptak szavazócédulát, annak ellenére jogosultak a szavazásra. Az elkövetkező percekben a holnap kezdődő múzeumok éjszakájával folytatjuk. Holnap este 6 órától éjjel 2 óráig tart, majd Szerbiában 9. alkalommal rendezik meg, Vajdaságban 25 településen, illetve Szerbiában 65 városban. Láthatnak egy összeállítást, amelyet Papp Klára készített el. Akik Szabadkán szeretnének éjszaka egy kulturális barangolást tenni, nem hagyhatják ki a Városi Múzeum Szent István csata hajójáról szóló kiállítását. Erről a napokban híradónk is beszámolt. A Szecesszió 100 éve Szabadkán, valamint az Emberi koponyák történetei című tárlat is nyitva áll az érdeklődők előtt. A Városi Könyvtárban pedig Székely Tibor születése 100. évfordulójának szentelik az estet.
A Topolyai Múzeum rendezvényeinek központi témája a kerámia lesz. Jó idő esetén az agyagozás fortíjaival is megismerkedhetnek a kíváncsiskodók. Az intézmény képzőművészeti termében pedig Ács József hagyatékából láthatnak összeállítást. Zentán is szélesre tárják a helyi múzeum kapuit. Itt is megemlékeznek Székely Tiborról. A gyűjteményeit bemutató kiállítás címe A világ embere, az ember világa. Újvidéken a legjelentősebb esemény az aranyalbum tárlat lesz, amelyet a Josip Broz Tito és felesége öltözékeiből állított össze a Vajdasági Múzeum. Este 10-kor a Szerb Nemzeti Színház bejáratánál balett performance tartanak. Temerinben faliszőnyek kiállítással várják az érdeklődőket. További tudnivalók minden országos rendezvényről a www.nocymuzea.rs honlapon találhatók. A közügyek stúdiójában pedig beszélgetek Hulló Istvánnal, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatójával, illetve Gazsó Hargitával, a Topolyai Múzeum igazgatójával. Köszöntöm Önöket itt nálunk. Láthatunk egy összeállítást a múzeumok éjszakájának programjairól. Mi az, amit Önök így elöljáróban el tudnak mondani? Hát az, hogy az esemény évre évre mind népszerűbb, és valóban mind több látogatónk van ilyenkor. Mi 4 éve költöztünk ebbe az új épületbe, és hát eleinte 1000-2000 látogatónk volt, tavaly előtt már 3-4, és a tavalyi évben pedig 7000 látogatója volt csak egy éjszaka a múzeumnak, de emellett nagyon fontos kiemelni, hogy akár a hivatásos, akár az amatőr művelődési intézmények is ilyenkor mind nagy szeretettel várják a látogatókat, nagyon gazdag programokkal, tehát nem csak a múzeum, hanem én úgy nevezem gyakran, hogy ez a kultúra éjszakája, tehát nagyon sokan vesznek a múzeum mellett ebben részt. Önök Topolyán hogyan készülnek? 4. alkalommal van Topolyán múzeumok éjszakája. Egy kedves kolléganőm, a Topolyai Múzeum egykori munkatársa Csipe Tímea, ő az első pár évben egyszer Múzeumok Világnapján tartott egy előadást, akkor még nem tartozott ez a rendezvény központilag a Múzeumok Éjszakájához, 4 éve kezdtük el kapcsolódva a Szerbiai Múzeumok Éjszakájához mi is, és ugyanúgy, ahogy az igazgatóm is elmondta, nagyon sok olyan arcot vonz be ez az este, ez a szombat este, akik korábban vagy más napokon nem járnak múzeumba, hiszen maga az a reklámhadjárat is, amit ez a múzeumok éjszakája takar, az a különlegesség, hogy ez este van, szombaton, és hogy mindenki, mindegyik intézmény próbál érdekesebbnél érdekesebb programokkal jönni. Ez valahogy becsalogatja azokat a látogatókat is, akik korábban nem igazán jöttek, úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és bízom benne, hogy holnap is sokan eljönnek. Mint ahogy most Ön is elmondta, hogy vannak olyan emberek, akik ekkor tévednek be a múzeumba. Egyébként magára, erre a rendezvényre, tehát a múzeumok éjszakára mekkora igény van? Hát ahogy már említettem, kialakult egy ilyen közösségi igény, és sokan valóban így meg is mondják, hogy hát én már régen voltam a múzeumban, évente nem is nagyon szoktam elmenni kiállításokra, csak egy alkalommal a múzeumok éjszakáján, akkor tuti ott leszek. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor tehát akár egy társasági történés is ugye itt rögzíthető, tehát beszélgetések, találkozások, akár ismerkednek emberek egymással, fiatalok, idősebb generációk együtt, hiszen van itt egy bizonyos rétegződés, amikor egy klasszikus, hagyományos kiállítást szervezünk, vagy nyitunk meg, ugye akkor inkább szűkebb csoport jelenik ott meg, tehát akik művészettel, régészettel, természettudományokkal foglalkoznak, ilyenkor pedig az éjszakán, tehát mindannyian együtt, és ennek talán ez a közösségi együttlét talán a legnagyobb ereje, vonzereje, és valahogy úgy van, hogy ebből azért nem maradjunk ki, annyit megír, hogy egy szép május éjszakán végigsétálok a városon. Melyik korosztályt érinti leginkább? Úgy próbáljuk létrehozni a programot, hogy mindegyik korosztályt érintse. Mert azok a múzeumpedagógiai foglalkozások, amik évközben mennek, tárlatvezetések, azok megszoktatják a gyermekekkel, az alsósokkal, felsősökkel, hogy itt van Topolyán múzeum, be lehet oda menni, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy múzeumok éjszakáján se feledkezzünk el a fiatalokról, meg a gyermekekről, és úgy szoktuk
hogy jön egy kiállítás, most jelen esetben egy régészeti kiállítás lesz, és akkor ehhez kapcsolódóan olyan múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk, amihez mindenki leülhet. Gondolom, hogy legfőképpen a gyermekek fognak leülni, tehát hogy mindenki be tudjon kapcsolódni, ne csak egy réteget jelöljön ez a múzeumok éjszakája, egy réteget csalogasson be, hanem mindenki találjon valamilyen fogódzót. Egyébként arról is olvastam, hogy idén a Topolyai Múzeumok éjszakáján új időszak kezdődik a Topolyai Múzeum életében. Ez mit akar? Az én részemről azt akarja, hogy nagyon örülök, hogy egy régészeti kiállítás jön, mint időszaki kiállítás, és annak is örülök, hogy Ritz Péter és Szekeres Ágnos egy olyan régészeti kiállítást hozott létre, amely valóban csalogató, amely tehát azoknak, akik érdeklődnek a kerámia, az agyagozás iránt, egyáltalán a régmúlt iránt, biztosan valamelyik szegmense be fogja őket csalogatni a kiállításra, meg hát bízom benne, hogy az a foglalkozás is, amit tartunk mellette múzeumok éjszakáján, mert agyagozni fogunk a kiállítást életre keltve. Egyébként ez része lenne annak a meglepetésnek, amit említettek a Topolyai Múzeumok éjszakájával kapcsolatban? Mert van itt egy rejtélyes meglepetés, ami várja az érdeklődőket. Erről mit lehet tudni? A rejtélyes meglepetés az a legvégén lesz, ugyanis a végén azt kívánjuk bemutatni, hogy a mi vidékünkön kevésbé ismert kerámia égetés hogyan is néz ki. És arra gondoltunk, hogy nem csak a múzeum keretén belül lesz egy ilyen megmozdulás, hanem nem messze a mi épületünktől. A mi épületünk a római katolikus templom mellett van, egy korabeli kastély, a Krai kastély, és attól nem messze dolgoznak a cserkészek, és ott lesz bemutatva, hogy egy szabadalkotó műhely, méghozzá a Kishegyesi Dévi Csimre szabadalkotó műhely hogyan viszi véghez a rakú égetést. Tehát egy olyan technikáról van szó, egy olyan kerámia égetési technikájáról, amit megláthatnak az érdeklődők is, szerintem nem sokan látták, mégis elmondhatom, hogy nagyon látványos. Hogyha egy kicsit belenézünk a szabadkai kínálatba, ugye Szent István csatahajójáról szóló kiállítás egyebek mellett, valamint ugye a Szecesszió 100 éve nevű tárlat, Székely Tibor születésének 100. évfordulója alkalmából is estet rendeztek. Mire számítanak, hol lesz a legnagyobb érdeklődés, és a korosztály eloszlása milyen lesz? Hát ez egy hasonló, mi gyakorlatilag egy intézmény vagyunk valahol. Tehát azt jelenti, hogy mi is ugyanígy a játszóházakkal kezdjük, amely kötődik részben. Látható egyébként egy páratlan értékű és szépségű japán grafikai kiállítás nálunk jelenleg. Tehát akár az origami papírhajtogató játékos módon kapcsolódik majd a hajó készítés hajtogatáshoz, ami Szent István, illetve különböző század elejé szecessziós motivumoknak a kialakítása gyerekekkel, de még háromféle fajta játszóház lesz ott az esti órákban. Utána pedig talán én úgy érzem, hogy a Promuzika kamarakórusnak a koncertje lesz az estének a legmeghatóbb pillanata. Hát nem is egy pillanat lesz, hanem egy egész órás koncert ott a múzeum átriumában. Misztikus kiállítás és nagyon, hát talán egy kis ijesztő is, vagy félelmetes, pedig valójában nem az. Az a koponyákról szóló történet, amely aki fél és riadozik éjszaka, akkor az ne jöjjön el. De egyébként mindenkinek javaslom, hogy mert nagyon sok tanulságot rejt ez a kiállítás, de amely inkább a májushoz, inkább a kellemes élményhez tartozik, az mindenképp az a gyönyörű válogatás a korabeli műépítészek, a korabeli különböző iparművészek és művészalkotók szecessziós válogatása. Itt van egy nagyon pazar, egy nagyon gazdag, nagyon látványos kiállítás. Utolsó kérdésem, nagyon rövid választ kérek mind a kettőktől. Hogyan lehetne azon javítani, hogy az emberek évközben is érdeklődőbbek legyenek, illetve a befogadó készségük nőjön a múzeumok iránt?
A múzeumok éjszakája az egy jó alkalom arra, hogy mivel ingyenes, köszönve a Topolya község önkormányzatának, behozzon olyan embereket, akik korábban nem voltak, és utána nekünk kell törekedni arra, hogy olyan programokkal várjuk őket, ami számunkra egy bizonyos nívót megüt, viszont az embereknek az érdeklődését is felkelti, úgyhogy bízom benne, hogy a múzeumok éjszakáján szereplő Garden Quartet után még olyan zenészeket is be tudunk hozni majd a következő időszakban, akik szintén fölkeltik majd az érdeklődést, mint a holnapi Garden Quartet koncert. Öntől is egy rövid választ kérnék. Hát kizárólag az attraktív, de nagyon gyakran pont ezek az interaktív kiállítások, történések, műsorokat kell nekünk is most már produkálni, amely el tudja vonzani ugye a közönséget a tévé mellől, illetve olyan nívós dolgokat, amely tényleg igényességével fogja megmozdítani és elcsalogatni hozzánk a vendégeket, de lényegében az a jövő, hogy ahogy az idei motto is ezt mondja a múzeumok évében, hogy múzeumok a változó világban, illetve új kihívások, új inspirációk, na ez az, amire kell, hogy törekedjünk, és a múzeumok erre adott intézmények. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Fontos, hogy mi döntsük el azt, hogy kik legyenek azok, akik minket képviselnek a következő 4 évben. Én is elmegyek szavazni, és a 70 éves nagyszüleim is velem jönnek, mert engem úgy tanítottak, hogy fontos, és csak én szólhatok bele a sorsom irányításába, és ezért is ott leszek és szavazok. Már régen. A nemzeti összetartozást mi is megtölthetjük tartalommal, menjünk el és szavazzunk, válasszunk. Fontos, hogy a választásokon részt vegyünk, mint vajdasági magyarok, hogy megméretessünk, hogy mekkora politikai súlyunk, és ez alapján minél nagyobb befolyásunk legyen a saját életünkre is. Miért jó nagy családban élni, stábunk erre kereste a választ, zentai tudósítónk Péter révén forgatott. A Péter révei Szekeres Rozáliának 3 gyermeke van. Az asszony azt mondta, számára ez a legnagyobb öröm az életben. Ettől szebb nincsen, mikor 3 családunk van, ettől nagyobb áldás nincs az életben. A férjem azt szeretett volna mindig 3-at, én csak 2-nél voltam mindig, de hát jött a 3., és akkor annál lett döntöttünk, hogy meg lesz, megmarad, és megszületik, és így jön a 3 kislányunk van. 3 szép lány. Egyik 12 éves, ő 10 éves, a kicsi meg 4 éves. Hogyan tudják fenntartani a családot? Mivel foglalkoznak? Hát, én dolgozok pékségbe, dolgozok a férjem meg lent a csirkefarmon, és akkor ebből tengődünk nehezen, de el vagyunk. Csak egymás között milyenek? Hú, hát sokat veszekszenek. Ellenkeznek egymással mindig. Ha a kicsi nem, akkor ők piszkálják a kicsit, de majd mindjárt jön azt, akkor bemutatkozik a kicsi is, úgyhogy eleven kislány. Szilvia a középső lány. Leginkább azért örül annak, hogy 2 testvére van, mert így mindig van kivel játszania. Jó-e az, hogy 2 testvéred van? Igen, mert szoktunk néha a Hugi meg Erikával együtt játszani, meg elmenni valahova, és jó. Kövesártérre szoktak lemenni játszani. Már ugye itt nagy a forgalom a Köves úton, ott más lehetőség nincs, akkor mennek le focizni. Mert erre fiúk vannak, ők vannak 3 lány ebbe az utcába, úgyhogy oda szoktak menni focizni. Itthon szoktál-e valamit segíteni? Néha mosogatok, még segítek kint az udvarba. 3 közül Erika a legidősebb, 12 éves. Kérdésünkre azt is elárulta, hogy néha szoktak civakodni. Ennek ellenére nagyon szeretik egymást. 2 testvéred van, ugye? Igen. Milyen velük együtt élni, milyenek ők? Hát jó, csak egy kicsit piszkálódnak, vagy nagyon piszkálódnak. Mindig átszék a dolgaimat.
Főleg a legkisebb testvérem az. Miket szokott elszedni tőle? Hát a dezodorjaimat, a sminkjeimet, fölpróbálja állandóan a ruháimat, mikor föltakarítok a szekrénybe, akkor is, akkor a tanszereimet is. És milyen programok vannak, amiket együtt szoktatok csinálni? Hát legtöbbször az utcán játszunk, mint velük. Vagy elmegyünk így a táncra, így közösen, és akkor ott vagyunk. Szoktál-e segíteni a hugodnak mondjuk a tanulásban? Hát szoktam, csak nem engedi. Nem szereti, hogyha segítünk neki. És akkor nem lehet. Miért nem szereti, vagy mit mond olyankor? Hát nem tudom, azt mondja, hogy ez nem a miénk, és akkor ő maga akarja megcsinálni. Nem szereti, hogyha segítünk neki. Blanka a legkisebb, és ő a legelevenebb is, magyarázza az anyuka. Ennek ellenére a kislány mégis megilletődött a kamerától, ezért csak keveset beszélt ott jártunkkor. Azt azonban megmutatta, hogy hány éves. Hány éves vagy? Óvodába jársz még? Igen. És szeretsz oda járni? Igen. Miket csináltok ott? Mondjad, miket. Játszunk. Játszunk. A szekeres család már nagyban készül Szilvia közelgő első áldozására, ami vasárnap lesz. A mamák, Angyik sütik a kalácsot, meg anyu is. Apa meg nincs itt, az meg a hazaér, akkor tapaszt. És megvan már a ruha, hogy miben leszel? Igen. Holnap még ruha próbára. És hozzuk. Igen. És várod már akkor az első áldozást? Igen, meg egy kicsit félek, mert félek, hogy elrontom, mert amit majd én mondok, azt fejbükőt tudni, és félek, hogy elrontom. Tanultad már ezt a szöveget? Igen. És mennyire megy? Hát egy kicsit jó. Elmondod? Addurunk, hogy földi hazánknak javára váljunk, szorgalmas és áldozatos életünkkel. A családanya elmondta, a mai nehéz körülmények között férjével együtt sokat kell dolgozniuk. Azonban azt is hozzátette, számukra mégis a legfontosabb a szeretet és a vidámság, mert ez tartja össze a családot. A közügyek stúdiójában pedig vendégeim nagycsaládosok, mégpedig Krizsán Szabrina, Cvejanov Vladimir, Kúti István, illetve Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének az elnöke. Köszöntöm Önt, illetve titeket is itt nálunk. Először Önt kérdezném meg, ki számít nagycsaládosnak? Azok a családok, ahol három vagy annál több gyermek van a családban, tehát azok számítanak. Ti hányan vagytok, itt kérdezzek előbb? Mi hárman vagyunk, egy bátyám van és a húgom. Nálatok? Mi négyen vagyunk testvérek, nekem van egy kisebb testvérem, három évvel fiatalabb, és két nagykorú, plusz én. Tőled azt kérdezem, hogy milyen érzés ilyen nagy családban élni? Jó. Mit szeretsz benne? Sokat játszunk meg, segítenek. Miben segítenek a tanulásban például? Igen. Szoktatok civakodni is? Igen. De utána mindig kibékültök, ugye? Milyen az élet egy nagycsaládban? Ön, mint a Nagycsaládosok Egyesületének az elnöke, mit lát így a környezetében, illetve a saját környezetében és a saját családjában? Hát általában két alapvető dolog van. Az egyik az, hogy nagyon sok az öröm meg. Végül is mi mindig azt mondjuk, hogy az élet értelme az, hogy utódokat neveljünk. Másik sajnos sok esetben azt is látjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a nagy családok. Mi, hát én, mint a szövetség elnöke, ugye korábban az Adai Egyesületnek voltam 12 évig az elnöke, és szinte minden családnál, akik betagosodtak, megfordultam, meg jártam náluk, és láttam azt, hogy valójában sok helyen nagyon rossz az anyagi helyzet, az életkörülmények. És hát ezért is az egyik alapvető célunk az, hogy próbáljuk az egyesületeken keresztül, a szövetségen keresztül helyzetbe hozni ezeket a családokat is, tehát hogy a szülők is, a gyerekek is, a fiatalok is elkerüljenek olyan helyekre, ahol barátkozni tudnak, ahol hasonló sorsban élő nagycsaládosokkal kapcsolatokat tudnak kiépíteni. Hogyan próbálják mindezt megvalósítani?
Nekünk az éves programunkban több olyan rendezvény van, amelyek ezt a cél szolgálják. Ugye nagy családos találkozókat szervezünk, ikertalálkozókat. Tavaly volt éppen egy ikertalálkozó. Tavaly volt egy nemzetközi ikertalálkozó, ahol 8 országból 37 iker volt, és körülbelül 400 személy jött össze az üdülőközpontban. Ez mellett minden második évben ifjúsági tábort szervezünk. Most már ez is egy olyan jelleget kapott, hogy nemzetközi jellegű, tehát 6 országból, sőt nem csak magyar gyerekek, hanem mivel együttműködünk a horvátország és a boszniai egyesületekkel, onnan is jönnek gyerekek, és végül is itt 3-4 nyelven kommunikálnak. A szerb és a magyar mellett néha németül meg angolul is próbálnak szót érteni. Hát ez mellett képzéseket tartunk, vezetőképző tanfolyamokat szervezünk, mert hát az egyesületek vezetőinek erre nagyon nagy szüksége van. És hát az egyik legfontosabb programunk a családgondozási program, amelynek keretében az egyesület tagjai, vezetői kilátogatnak a családokhoz, elsősorban azokhoz, ahol fiatal házaspárok vannak, ahol még valahol a párkapcsolat elején tartanak, és próbálunk segíteni, tanácsot adni, bevonni őket a közösségi életbe is. Igény van erre, és el is fogadják a családok ezt? Igen, mi ezt most már 6. éve folyamatosan valósítsuk meg, és azt tapasztaljuk, hogy már előre jelentkeznek ott, ahol baba születik, ott, ahol második, harmadik gyermek születik, hogy menjünk ki és látogassuk meg őket. Hát sajnos ugye ez is kötődik bizonyos előkészületekhez. Egyrészt olyan önkénteseket kell találni, olyan vezetőket, akik erre hajlandóak. Másrészt valamennyi anyagi fedezet is kell erre, mert hát végül is ugye amikor családlátogatóba megyünk, akkor igyekszünk, hogy ne üres kézzel menjünk, hanem valami olyan dolgot is vigyünk abba a családba, aminek hasznát tudják venni. Szabrina, úgy tudom, hogy te voltál több táborban is. Mesélj nekünk egy kicsit erről. Szoktak ilyen foglalkozások lenni, kicsiknek is, meg nagyoknak is, meg ilyen felnőtteknek. Azt esetleg meg tudod mondani, hogy hol voltál? Kishegyesen. Kátai tanyám. Mit szerettél csinálni ezekben a táborokban? Hát játszani a játszótereken, meg ilyen foglalkozásokon ott lenni. Téged is kérdezlek, ugye úgy mondtad, hogy négyen vagytok otthon, testvérek. Számodra mit jelent az, hogyha ilyen sokan vagytok? Hogy éled ezt meg a mindennapokban? Hát ezt így most így nem nagyon lehet így kimondani, mert ez, tehát így mondjuk... Van egy fiatalabb testvérem, 3 évvel fiatalabb tőlem, és mondjuk nekem kell egy könyv, vagy meg neki is, és akkor most a szülő mit csináljon ilyenkor? Hát ilyenkor mindig az van, tehát én nekem otthon a testvérem a kedvenc. Hogy most mindig a kisebb minden, de én a szüleimet megértem, szeretem, meg minden, de így most, hogy így négyen vagyunk testvérek, most ez így, na hát, hogy most ez milyen? Hát, tehát meg kell élni ahhoz, hogy megértsük. Igen. Igen, fel kell nőni mindenképpen igen, hozzá. Igen. Én is akkor elmondhatom magamról, hogy nagy családban származom. Nekem is 2 húgom van még egyébként, és ők is fiatalabbak, mint én, és biztos, hogy egyébként az idősebb testvérek mindig úgy érzik, hogy a kicsit jobban szeretik, de hidd el nekem, hogy ez nincs így, és idővel befogod te is látni, hogy ez csak egy olyan kamaszkori érzés, hogy mert a kicsit mindig jobban szeretik, de idővel meglátod, hogy nem így van. Nálatok otthon te, mint rangidős, rendezed a kicsiket, vagy hogy alakul a kapcsolat? Hogy hát, mondanád ezt? Mint rangidős? Hát igen, hát elég sokat vagyok otthon a húgommal, kb. Mint babysitter. Sokszor anyám, ha el kell menni, akkor én vigyázok rá, én rendezem. Hát nagyrészt kijövünk egymással, hogyha eleinte, amikor elmennek anyámik, akkor egy ilyen szabályokat lerakunk, hogy akkor ezt megcsináljuk, utána akkor mindenki mehet a saját dolgára. Hát ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor kicsit neccesebb a helyzet, akkor össze tudtunk kapni néha, de utána kivékül nagy rész, sok minden happység van. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak. Mi is köszönjük.
Az elkövetkező percekben tovább folytatjuk családról szóló témáinkat, azonban most egy kicsit más szemszögből közelítjük meg, ugyanis arra keressük a választ, hogy a fiatalok mostanság miért nem vállalnak gyereket, hogyha az anyagiakat háttérbe szorítjuk, ok lehet esetleg a nők félelme. Stúdióban köszöntöm vendégemet, dr. Cservenák Pétert, szülésznőgyógyász Topolyáról. Üdvözlöm! Üdvözlöm a kedves nézőket! Felvetettem itt ugye a témát, mi lehet annak az oka, hogy egyre kevesebb fiatal, illetve egyre később, ha vállalnak, és egyre később vállalják a gyereket? Hát ez nyilvánvaló a pénztelenség. Manapság olyan hétköznapi látvány 35 éves gyerekeket látni a szüleik otthonában, holott már egy munkahelyen vezető posztot kéne betölteniük, és még mindig a szüleik nyugdíjából kérnek egy doboz cigire, vagy akármire. Szóval eltartottak. Ön, mint nőgyógyász, mit tapasztal így úgymond a páciensei körében? Félnek a nők? Félnek is, de viszont rengeteg megszakítás a szociális helyzetükből adódik. Szóval munkahely vagy a munkahelyi felfüggesztése, amennyiben meg tudják, hogy terhesek, vagy a férjük, élettársuk nincs munkában, és anyagi vonatkozása van egy gyerek eltartásnak, ugye pelenka, ugye kimaradás, amennyiben állandó munkahelyük van, csak 65%-os fizetést kapnak az esetleges terhesség megtartás alatt, úgyhogy ezek a pénzek is késnek, úgyhogy nagyon mostohán állunk a terhességhez. Arról nem is beszélve, hogy esetleg átsengedjük a helyet nekik a buszon vagy a vonaton, úgyhogy... Hogyha magába egy kicsit a szülés folyamatába mélyedünk bele, nem tudok tapasztalatból beszélni nem egyébként. Nem kérdezzem meg, hogy hány éves. Az érdekelne engem, hogy van esetleg mód itt nálunk, Szerbiában, Vajdaságban, úgymond olyan módon megkönnyíteni a szülést, hogy otthon szüljenek a nők. Lehet róla olvasni, hogy külföldön működik, egyes országokban elfogadják. Látják a Gerébe Ágnes esetén, hogy az mennyire nehézkes, és mennyire kétélű kard. A szülés önmagában az egy fiziológiás, szóval természetes folyamat. Nem kell hozzá végeredményben se bábasszony, se orvos. Megtörténik saját magától. Még a gerincsérült nők is megszülnek teljesen spontánul, pedig izmaikat nem kontrollálják a méh, az amennyiben elérkezik a szülés pillanata, megtörténik. A bábasszonyok csak annyiban vannak ott, hogy valamennyire irányítsák ezt a szülést, és az esetleges sérüléseket, a szülőnőnek a sérüléseit, medence, fennék, izmok sérülését, amik aztán később problémákat okozhatnak, vizelettartási zavarok, méhelőeséseket, ezeket a minimumra De ezek szorítsák. A problémák egyébként felmerülhetnek a kórházi szülés esetében is, illetve otthoni szülésnél is, tehát itt nem tudjuk ezt. Ez nyilvánvaló, csak másik oldalon meg a gyerek van, ugye a esetleges hipoxiás sérülései a babának a szülés közben. Tehát akkor ön, mint nőgyógyász, azt mondja, hogy a kórházi szülés. Én csak azt mondom, hogy a nők tudják, hogy mit akarnak, és amennyiben úgy döntenek, szerintem, amennyiben van érdek arra, hogy otthon szülés legyen, és amennyiben ezért vállalják a felelősséget is, mert az úgy nem megy, hogy tegyük fel, maga otthon akar szülni, és valami komplikáció vagy probléma adódik, abban a pillanatban rögtön az a hibás, aki bevállalta, hogy ott van. Az én személyes véleményem az az, hogy amennyiben a nő akárhol szülni akar, és én tehetem, ott kéne lennem, akármennyire, vagy segíthetek, vagy nem segíthetek, de hogyha az történesen egy szalmak azzal, akkor is ott kéne lennem. Én mentős voltam régebben, és én ez a terápi munka, ez nekem nagyon fekszik. Egyébként az otthoni szüléssel milyen gyakran találkozik? Volt egy tavaly, de nem tervezett, ugyanis ez az anyuka titkolta terhességét. Hát igen, van, amikor véletlenül csúszik be, de van, amikor az ember tervezi, tehát előkészület otthon a fürdőkádban esetleg, tehát azért lehet többfajta módjáról olvasni. Van, amikor hosszasan tervezik az otthon szülést.
De nálunk nem. Valójában ez még mindig egy rendezetlen állás. Nem tudjuk, hogy hogy még mint van. Ez, amiről én beszélek, ez mentősök vezették le szülést, mentős kollégáim, és üdvözlöm őket. És még az a szerencsé, hogy az a mentős technikus, aki éppen ott volt, ő jelen volt mind a két lányának a szülésén is, és tudta a dolgokat kezelni és irányítani. És teljes normálisan nem első szülőnő volt, másod vagy harmad szülőnő, de megszólt a gyerekét, és ez egy épp egészséges kislánynak adott életet. Utolsó kérdés, egy szóban kérem rá választ. Van-e nálunk is alkalmazható-e az apás szülés? Van, alkalmazható. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Négy évente egyszer van lehetőségünk, hogy beleszóljunk saját sorsunk irányításába, legyen szavunk a közéletben. Én azt gondolom, hogy ettől többet nem is kell mondani, csak annyit, hogy mindenki menjen el és szavazzon. Sokszor halljuk azt, hogy fiatalok vagyunk, és előttünk áll az élet. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy szép és boldog jövő legyen előttünk, nagyon fontos, hogy mi is tegyünk valamit érte. Folyamatosan azzal találkozom, hogy emberek tévéznek, emberek rádiót hallgatnak, és folyamatosan vélemény nyilvánítanak a különböző lépésekről, főleg politikai lépésekről, és ami általában negatív, akkor tessék, lehet ez ellen tenni. Mi dönthetünk arról, hogy mit akarunk? Szeretnénk-e változtatni valamint, vagy jó úgy, ahogy nem? Nagyon sok ember ebben az országban azt gondolja, hogy nem jó így, ahogy van. Ezért most megvan a lehetősége mindenkinek arra, hogy változtasson. Ezért nagyon fontos, mindig fontos elmenni szavazni, de most kimondottan az. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy vasárnap irány szavazni. Május 5-én kezdődött, és 12-én fejeződött be a születéshet elnevezésű rendezvénysorozat. A közügyekben többször is beszámoltunk az eseményekről, most láthatnak egy összeállítást róla. Az idén első alkalommal, május 5-től 12-ig tartották meg Szabadkán a születéshete című rendezvénysorozatot, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a várandóság előtti és utáni időszakra. Egyébként Magyarországon már 10 éve megszervezik a rendezvényt. Az illóolajok olyanok, mint egy kulcs a lélekhez. És akkor, vagy legalábbis számomra ez olyan, hogy megérint valahol egy olaj, és kinyit az emberben egy zárat, és így segít az embernek tulajdonképpen közel kerülni saját magához. A születéshetén kiderült az is, mi szól a bölcsődébe helyezés mellett és ellen. De ikkor az egy végtelenül érzékeny és még nagyon pici életkor a gyereknek, és nem itt kell az intézményes szocializációt elkezdeni. Nyilván, mint lehetőség ott áll, és amikor a szülőnek választása van, vagy választás elé áll, hiszen munkába kell állni, akkor nem lényegtelen, hogy egy biztonságos szakemberek által biztosított közegbe helyezhetél a gyermekét, de amennyiben van más megoldása, vagy más megoldást jobbnak gondol, akkor lehet, hogy amellett kell döntenie. A kerekítő bábos torna keretében a szülők különleges játékok játszhattak csemetéikkel. Születéshetén olyan dolgokkal foglalkozunk, ami a családalapításhoz, a születéshoz, a megszületéshez kapcsolódik, és közelebb próbáljuk hozni a szülőkhöz azokat a dolgokat, ami által egy helyes irányt kiválasztanak. Az ovisoknál ott tehát elég közkedvelt az, hogy báboznak az óvónők, viszont az a tapasztalatunk, hogy a kicsikék, tehát az 1-4 éves korú gyerekek, azok is nagyon-nagyon élvezik ezt. Mindenkit biztatunk, és érzik azt a szülők, hogy a legfontosabb a gyermek számára, hogy az édesanyja énekeljen, mondókázzon, játszon és odafigyeljen rá, mert ezek a játékok a szeretet üzenetét hordozzák. A beszéd fejlesztése az utóbbi időben háttérbe szorult. A szülők több figyelmet szentelnek gyermekük mozgásának előrehaladására. Ezért fontos megismertetni az anyukákat, apukákat a fejlesztési lehetőségekkel.
A lényeg, hogy a szülők foglalkozzanak minél többet a gyermekkel, figyeljenek oda elsősorban a saját beszédükre, hiszen a gyermek azt a beszédet sajátítja el, amit a környezetében hall. A gyermekekre való odafigyelés és törődés kifejezetten fontos a korai iskoláskor előtti időszakban, mondják a szakemberek. Hozzátették. A szülőknek folyamatos és erős támaszt kell nyújtaniuk ahhoz, hogy az utód egészséges felnőtté váljon. A rendezvénysorozat résztvevői hallhattak azokról a kommunikációs megnyilvánulásokról is, amelyek az anyaméhben köttetnek az embrió és a szülő között. Betekintést nyerhettek a hordozó kendőkötözés világába. Ezt a közügyekben is megmutattuk. A rendezvényeket, illetve előadásokat, amikkel készültünk, az egyik a kötődés, a másik pedig az elengedés. A Pannon TV Quartet című műsorában pedig férfiak beszéltek az apaságról. Most legutóbb voltunk a múzeumban, megnéztük a kiállítást. A Koszolányi Színházban Mezei Kinga színésznő Ringató című előadását is megtekinthették az érdeklődők. A záró rendezvényen a Szabadkai Gyermekszínházban pedig a Pelenkás Színház előadásában a magzati emlékek hatását idézték fel. A Születéshete rendezvény sorozat sikerességéről beszélgetek az elkövetkező percekben a stúdióban Rizdáncs Tündével, az Antroposz Mentál Higiéne Alapítvány, illetve Egyesület elnökével, valamint Góbor Szénási Annával, babahordozási tanácsadóval. Köszöntöm Önöket itt nálunk. Értékelni. Elmúlt a születéshete, először szervezték meg itt Szabadkán. Milyen volt? Mi elégedettek vagyunk akár a látogatottsággal, akár a programok színességével. Azt gondolom, hogy amikor belevágtunk ebbe, akkor azért úgy számoltunk azzal, hogy ez egy úttörő jellegű történet lesz, hisz semmi hasonló korábban nem volt sem Vajdaságban, sem Szabadkán, és hogy mindazok a témák és mindazok a foglalkozások, amiket mi itt meghívtunk, azok talán egy picit bontogatják azokat a határokat, amiket úgy megszoktunk. Tehát, hogy nem feltétlenül szokás a várandóságról olyan formában beszélni, ahogy beszéltünk, vagy a gyermekgondozásról úgy beszélni, ahogy beszéltünk, vagy arról beszélni, azokról a dolgokkal szembesülni, amik a méhen belül történnek, és nem is nyilvánvalóak, mint hogy az utolsó előadásunk szólt erről. Szóval, hogyha végig tekintem az egészet, azt gondolom, hogy sok szempontból voltunk formabontóak, és hogy ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon jó fogadókészségre talált, vagy jó földbe húlt ez a mag, mert hogy számos esetben jelezték vissza a résztvevők, hogy akkor legyen ennek egy folytatása, valahol azért találkozunk még, vagy jönnek más előadók más témában. Babahordozási tanácsokról tartott előadást. Mekkora volt az érdeklődés, illetve kik voltak azok, tehát mely szülők, apukák, anyukák, kik vettek részt rajta? Nagyon színes volt a csoport. Voltak családok és várandósok, akik és apuka is elkísérte. Nagyon jó, elégedettek voltak. A kismamáknak először csak babát kötöttünk, próbababát, és lehetőségük volt arra, hogy megérezzük, hogy milyen érzés az, amikor ott van a baba, már nem a pocakban, hanem a kendőben. És az anyukák, akik hozták a kisbabájukat, nekik meg pedig felkötöttem rá, magukra kötöttem a hordozót, és ilyen többenet volt, hogy hú, tényleg milyen könnyű, hogy mennyire elossza a súlyt, és nagyon jó volt látni, hogy az, amit mondok, az valóban úgy is van, megtapasztalták. Ez ugye egy új keletű dolog itt nálunk, eddig nem nagyon alkalmazták, így maga ez a tanácsadás utáni visszajelzések alapján ezen túl egy bevált módszer lehet nálunk? Hát én remélem, hogy sikerült így felkelteni a figyelmet, és nagyon dolgoznék azon, hogy felkeltsem azt, hogy tudatosítsam a szülőkbe, hogy gyakorlatilag mindenki hordoz, és hordozókendővel pedig megkönnyítjük, és nem csak praktikus a hordozókendő, hanem mennyi minden színes vonulata van neki. Utolsó kérdésként egy kicsikét a jövőbe mennék, mi az, amire ezentúl számíthatnak a szülők, kismamák? Az érdekelne valójában, hogy szóba kerülnek esetleg majd olyan témák, amik eddig tabunak számítottak.
Igen, hát már most így egy hét után nagyjából, a születés hete bevégzése után elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mik azok a dolgok, amik a jövőtről szólhatnak. És mindenképp azt gondoljuk, hogy a jövőre a születés hetén egy picivel még mélyebbre megyünk, mint ahogy az idén, tehát hogy jó lenne beszélgetni magáról a szülésről, annak is a háborítatlan részéről, tehát hogy ez egy picit hangsúlyosabbá váljon, a szülés utáni időszakról, tehát hogy mi van akkor, hogyha ez az összehangolódás nem történt meg, és hogy nem tud baba-mama egymásra találni. De hogy beszélnénk szép dolgokról is, szoptatási tanácsadás és ehhez hasonlók. Tehát ezek a jövő tervei, illetve mi még mindig nem tettünk le arról, hogy ez tehát úgy egész évben születéshete legyen. És hogy igen, hogy a következő rendezvény előtt még azért az év folyamán is. Így van, tehát hogy mi szeretnénk, hogyha az év folyamán lennének még olyan rendezvények, amikor találkozhatunk kismamákkal, olyan szülőkkel, akiknek már van gyerekük, illetve azokkal, akik még a tervezés fázisában vannak, ami biztos, hogy a hordozás hetét azt mi is meg fogjuk jelölni majd az évben, illetve hogy hát dolgozunk azon, hogy legyenek még fórumok, ahol ez megvalósulhatnak ezek a témák. Köszönöm szépen, hogy vendégeim voltak. Köszönöm. Közügyek ennyi volt mára, köszönöm szépen a figyelmüket. Elmondanám, hogy vasárnap este 8 órakor külön műsorral jelentkezünk élőben, a legfrissebb eseményeket elemezzük, tartsanak akkor is velünk, valamint elmondanám azt is, hogy menjenek el szavazni, ugyanis vasárnap, május 20-án második forduló köztársasági elnököt választunk, illetve a tartományi egyéni képviselőkre is szavazunk. Aki nem kapott szavazó cédulát, az is jogosult a szavazásra. Mára köszönöm a figyelmüket.